estét kívánok, köszöntöm Önöket, Spilák Klára vagyok. Ez pedig a Találat, a Magyar ATV heti kulturális ajánlóműsora. Találat, amelyben hétről hétre izgalmas kulturális programok ajánlatát találhatják, illetve eltalálhatják a műsorban feltett kérdésre a helyes választ. A jól tippelők között értékes nyereményeket sorsolunk ki. Holnap este az Eres 9 színházba invitáljuk Önöket a Rumbaksebessén utcába. Szépernő Május című darabját mutatják be. A produkció érdekessége, hogy kint, élő helyen, az udvaron játsszák az előadást. Az előadás rendezője és főszereplője egyben Balkai Géza. Én mindig azokat a darabokat szeretem, amik, hogy mondjam, nem divatosak. Tehát az utóbbi két évben olyanokat találtam, mint például a Macbeth, vagy a Periklész, hogy Beketó, azok a szép napok. És most akartam egy olyat csinálni, miután összeállt a csapat, ami hát kicsit keserédes, de hát egy gyönyörű darab, és itt találtam rá a szépen májusára. Az elveszettnek tűnő emberek iránti tisztelet. Ugye hát én az öngyilkost játszom, kénytelen voltam ezt elvállalni, megment egy nő. Úgyhogy beleszeretek, hogy még van lehetőség. Tehát nincs mese. Nagyon nehezen adja magát, de mármint a férfi, az öngyilkos. Volt egy hatalmas nagy szerelmem, kideríthetetlen a darabból, hogy mitől volt neki annyira meghatározó. És most találkozik egy lányjal. Az valószínű, az a nagy szerelem egy asszony lehetett, ez meg a lány. Tehát, hogy mondjam, ha lehet így párhuzamot vonni, volt egy Léda, és most van a Csészka, és ez megment. Én különösen azt élvezem, hogy nem óckodnak a lakók, hogy hangoskodunk. A másik pedig, hogy találtam egy fantasztikus zeneszerzőt, mondhatom, hogy barátom. Én ugyanúgy hívom, hogy szerzőtársa, ez a Gallai Péter, aki állati jó zenét írt hozzá, és nagyon nagy hangulatot teremt. És azt öröm nézni, hogy amikor mondjuk én itt a padon ülök, mint öngyilkos, hogy egyre többen könyökölnek ki a gang korlátjára, és élvezik. Tehát azért mondom, hogy nem óckodnak, hanem élvezik.